Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este szentesen. Mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, az Om Námot 7-szer közösen. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Különösen mostanában, hogyha körülnézel a világon, nem tudunk az ellentétekkel mit kezdeni. Nagyon alacsony szinten oldjuk meg a konfliktusainkat, ebből az következik, hogy ezek újra megismétlődnek. Ha magas szinten oldanánk meg a konfliktusainkat, akkor azok nem ismétlődnének meg. Úgy tűnik, hogy amióta kiléptünk az Édenkertből, rosszul kezeljük a dualitásokat. A legelső és számunkra legfontosabb az 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 önkép, amivel bírunk. Az a valami vagy valaki, aki a nevedet viseli. Ami az érzékszervi hatásokat befogadja. És hogyha ezt az önképet helyesen kezelnénk, akkor a világképünk is a helyén lenne. Sung San Suu Kyim nagyon jó dharma barátja, tiszteletre méltó Maha Goshananda, a koreai buddhizmus mellett tanulmányozott sok más hagyományt is. De Sung San Suu Kyim, aki a koreai buddhizmus egyik kiemelkedő pátriárkája volt, ugyanígy érdeklődést tanúsított a téraváda iránt, és a tiszteletre méltó Maha Goshananda a kambodzsai buddhizmus legfőbb pátriárkája volt több mint 3 évtizeden át. Személyesen volt szerencsém ismerni őt. És ő mondta, egy békés tudat teremt egy békés családot. Egy békés család teremt egy békés szomszédságot. Egy békés szomszédság teremt egy békés városnegyedet. Egy békés városnegyed teremt egy békés várost. Egy békés város teremt egy békés országrészt. Egy békés országrész teremt egy békés országot. Egy békés ország teremt egy békés kontinenst, és egy békés kontinens teremt egy békés földet. Ha kint ellentéteket, konfliktusokat, égbe kiáltó, égető bajokat tapasztalunk, általában külső megoldásokat keresünk. Egy kitűnő jógi mondta, hogy a kifelé vezető út az befelé vezet. Világos, hogy tüneti kezelésre is szükség van, de ez a mélység, a mély szerkezet tisztítását csak elősegíti és nem helyettesíti. Valahol a gyakorlók mindegyike, aki kellő alázattal, szerénységgel és mélységben gyakorol, észreveszi, hogy a megoldás rendkívül egyszerű. Az a tudat, amelyik az ellentéteket teremti, fenntartja és eltörli, az bennünk van. Rajtunk múlik, hogy az ellentét párokat hogy hozzuk létre, hogyan tartjuk fönt, és hogyan tisztítjuk vagy pusztítjuk ezeket. A legelső polaritás, amit tapasztalsz a felnőtt életedben, az egy párkapcsolat. És ezt a polaritást
az édenkerti módon szeretnénk megoldani, nagyjából úgy, hogy nem sokat tudunk egymásról. Főleg az elején. Utána, amikor a gyönyörű mézes hónapoknak vége, akkor elkezdünk tudni is egymásról, kialakul egy társkép. Azt nem vettük észre, hogy társteremtést folytattunk addig. És ez velünk ugyanúgy előfordul a másik részéről. Egyszer csak elkezdünk gondolkodni a másikról. Elkezd kialakulni egy társkép, és ezzel együtt egy visszasugárzott önkép. Ezt hívjuk így kicsit magyarosan adok-kapoknak. Én elmondom, ki vagy, te elmondod, ki vagyok. Mennyire tiszta ez az adok-kapok? Annyira tiszta, amennyire tiszták a benne résztvevő tudatok. Ha nagyon tiszták a tükrök, akkor el lehet hinni azt, amit visszatükröznek. Hogyha rengeteg szélsőséges érzelem, gondolat, hamis önkép, illúzió szennyezi ezt, akkor nem lehet elhinni. De hogyan látod meg, hogy a feléd jövő impulzus igaz vagy hamis, tiszta vagy szennyezett? Ez csak a saját tudatod tisztaságának mértékében teheted meg. Ezért az a gyakorlat, az az egyszerű és tiszta gyakorlat, amit végzünk, az nélkülözhetetlen valamilyen formában. Lehet ez zen forma, más buddhista forma, jóga forma, természet forma, teljesen mindegy. De ha nem tiszta a tudatod, akkor nem látod azt, hogy hogyan teremtjük a világunkat, a társunkat, hogy teremtő minket, hogy teremtjük a családunkat, és milyen családi karmát viszünk nemzedékről nemzedékre. Mi az, amit ismétlünk? És mi az, amit nem kéne ismételni? Bizony, ez egy hatalmas kérdés lesz. Mi az, amit ismételsz, és mi az, amit nem ismételsz? Amit úgy kaptál a szülőktől, hogy jaj, de hálás vagyok, köszönöm. Vagy úgy kaptál a szülőktől, hogy na most már tudom, miért születtem hozzátok, ezt nem viszem tovább. Mindaddig, amíg azt hisszük, hogy a karmánk valamiféle végzet, sors, átalakíthatatlan életút, addig érdemben nem tudunk változtatni az életmódunkon. Nem tudunk változtatni a világon, mert nem változtattunk magunkon. A zenben az Avatamsaka Sutra mondja ezt ki nagyon világosan, hogyha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. De ha nem gyakorolsz, akkor ez a tudat ez számodra egy elmélet marad, egy intellektuális konstrukció marad. Valami elvont, amit olvasol a könyvekben. A könyvekből kialakítasz egy tudományos képet, vagy egy vallásos képet, egy filozófiai, pszichológiai, egyéb képet, és azt szeretnéd, hogy a tudatod ebbe beleférjen. Nem fog beleférni. Annál sokkal nagyobb. Vagy, hogyha a saját nézeteid hálójával akarod megfogni, hogy az enyém az milyen, az én tudatom az milyen, akkor kicsúszik a háló szemeiből, akármilyen alaposan gondolkodsz, mert az eredeti tudat nem gondolat, nem jelenség, nem önkép, nem érzékszervi hatás. Semmi más, csak ez. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. A következő pillanatban meghallod a madár csicsergését. A tiszta, térszerű, tükörszerű tudatban úgy tükröződik a valóság, ahogy van. Ebben a pillanatban tisztán hallasz. Tisztán látsz, tisztán gondolkodsz, tisztán érzel. És megköszönöd a madárnak, hogy elénekelte az eredeti szútrát. Itt nincs mit félreérteni. Hogyha azonosítjuk önmagunkat bármiféle szóbeliséggel, vagy gondolati rendszerrel, akkor a logosz betegséget elkapjuk, és csak a nem tudható, de tapasztalható önvaló védőoltása tud megmenteni téged.
A logosz betegség az főleg nyugaton, az ábrahámita vallások bizonyos módú követésekor válik nagyon láthatóvá. Kialakítok egy istenképet, annak úgy kell lenni, és más istenképe helytelen. Kialakítok egy világképet, annak a világnak olyannak kell lenni, más világképe helytelen. Kialakítok egy önképet, annak biztos így kell lenni, és amit más mond rólam, az helytelen. Ezek az abszolút értékű kijelentések a szenvedés magvai. Amikor nem látjuk a karmák relativitását, akkor nem ismerjük föl a helyzetünket. Nem ismerjük föl, hogy milyen múlandóak vagyunk, milyen feltételhez kötöttek vagyunk, és hogy mennyire önálló lét nélküli az a világ, amit élünk, mert mi teremtjük ezt, mi adunk neki minőséget, mi adunk neki értelmet vagy értelmetlenséget. A fáknak nincs egzisztenciális problémája, mindaddig, amíg egy humán ki nem vágja őket. Nem kérdik az élet értelmét, csak a gyökere lefelé megy, a lombozata meg fölfelé. Az állatok ugyanilyenek. Ezt a madarat senki nem kérte meg, hogy itt csiviteljen. Megköszönjük, hogy most tanít minket. Többet ér, mint amit én mondok. Köszönjük. De mégis teszi a dolgát. A madárnak nincs olyan problémája, hogy hamisan csivitelne. Egy ember tud hazudni. A kutya csak ugat. Az állatvilágban, mivel nincs tudatos gondolkodás, de vannak tudatfolyamatok, nem merül föl identitásválság. Egy madár nem tud madártalanul viselkedni. Egy rovar nem tud rovartalanul viselkedni. De az ember az tud embertelen lenni. Az ember az tud emberséges lenni, ember fölötti, ember alatti. Mit választasz? Van bennünk valami, ami ezt érzi, látja. Ez az az egy tudat, ami nem tudat, nem gondolkodás, nem az elme. Itt nyugaton a problémákat, ahogy a bevezető elején említettem, gyakran tüneti kezeléssel szeretnénk megoldani. Ez a szemet szemért és fogad fogért borzalma. Ez a tüneti kezelés. És nem vesszük észre, hogy a mélységben ott vagyunk mi, mindannyian, az egyéni, páros, családi és csoportos karmánkkal. Ezt kéne észrevenni. És hogyha a mélységet merjük megváltoztatni, akkor a felszín is megváltozik. Van ez a mondás, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. Igen, de az a gyökerénél kezdődik. Hogyha gyökerében már beteg, akkor a gyümölcse is beteg lesz. Van bennünk valami, ami természetesen érzi az egészséges és a beteg közti különbséget, nem kell hozzá különösebb tanulmány. Mi az, ami egy egészséges gondolat? Mi az, ami egészséges érzés? Mi az, ami helyes beszéd? Helyén való cselekedet? Mitől lesz ez? Az egyszerű válasz az, hogy ami boldogsághoz, szeretethez, bölcsességhez, együttérzéshez, önzetlen segítséghez vezet, azt nevezhetjük egészségesnek, mert nem vágja szét a világot abszolút fehérre és feketére, kirendelt jóra és rosszra. Amit helytelennek nevezünk, az nagyon valószínű, hogy szenvedéshez vezet, ezt szoktuk rossznak nevezni. Ami nélkülözéshez, szenvedéshez, háborúhoz, járványhoz, éhínséghez vezet, a szenvedés, ezt szoktuk rossznak nevezni. A legkínosabb tapasztalat az, amikor látod, hogy ezek általános értelemben nem léteznek. Helyileg létre lehet őket hozni, létre is hozzuk őket pillanatról pillanatra. Most kell látni, hogy milyen helyzetben vagyunk. Most kell látni, hogy milyen kapcsolatban vagyunk. Most kell látni, hogy mi a dolgunk. Tehát a dolgunk nagyon egyszerű. Nem kell ezt túl gondolni, kérem szépen.
Minden reggel egy kis tiszta tudatot fecskendezzünk a tudat folyamunkba. Semmi más nem kell tennünk, csak egy picikét ehhez a mozdulatlan, tiszta gondolkodás előtti tudathoz visszatérni. Bármilyen módon, ami magadat és mást nem sért. Vannak olyan módszerek, ahol a személyiség lerombolásával szeretnének az emberen túljutni. Vagy a személyiség káros anyag bevételével, kábítószerekkel és egyebekkel szeretnének speciális állapotokat elérni. Ezek már kezdetükben eredménytelenek, és megmérgezik a lelket. Ki lehet belőlük gyógyulni, de nagyon nehéz. Tehát a zen az elején, a közepén és a végén is ugyanazt tanítja. A hagyomány erről ismerszik meg. Az elején, a közepén és a végén ugyanaz a módszer. Erre lehet támaszkodni, ebben lehet menedéket venni. És végtelenül egyszerű, hogy a cselekvés által, az éneklés által és a nem cselekvés, az ülő meditáció által egyaránt el lehet érni a tiszta tudatot, csak ne ragaszkodj a gondolkodáshoz. Ne ragaszkodj az érzésekhez. Éld meg őket, lásd őket tisztán, de ne azonosulj velük. Érdekes, hogy ezt a jelenségvilágban, ezt tudjuk. A tárgyakkal, ezt tudjuk. A tárgyakat sokkal könnyebben el tudjuk engedni. De az önképünket, a hozzá kapcsolódó érzékszervi hatásokat, az elménk szüleményeit nagyon nehezen engedjük el. Honnan tudod, amikor neked igazad van? És csak neked van igazad, senki másnak. Na ekkor talán feltűnik, hogy valami baj van. Hogy valamit nem hallottál meg, valakit nem vettél észre. Úgyhogy az út nem nehéz, csak ne ítélkezz, ne gyűlölj, és ne légy kabzsi. Ez szabad fordításban Szentcan, a harmadik pátriárka. Sokkal inkább cselekvésen múlik ez, mint bármi máson. Már rengeteget tudunk, rengeteget olvastunk. Ha a testedet be tudtad vinni a fürdőszobába reggel, akkor a lelkedet esetleg egy kicsit magasabb tudatszinten meg tudod küldeni a világ felé? Úgyhogy ezért javaslom azt, hogy egyszerűen tisztán gyakoroljunk valami ilyesmit. Nem kell nagy feneket keríteni neki. Ha tesszük, akkor minden nap egy picit tisztább tudattal megyünk ki a világba, és hogyha este is sikerül ez, akkor tisztább tudattal hajtjuk álomra a fejünket, és mások lesznek az álmaink. Nappal jobb minőségű az ébrenlétünk, jobban érzékeljük a teret, a tárgyakat, az időt, az embert, a teendőket, a szabadságot. Volt olyan, hogy elment a tested vakációra, de az elméd az nem tudott elmenni? Mert állandóan benne volt valami képernyőben? Ismerős? Úgyhogy küld az elmédet vakációra, és a téves nézeteidet ne is hozd vissza. A hamis önképeket, az illúziókat nyugodtan hagyd beleveszni a tengerbe. Megeszik a halak. És ez milyen jó. Kinek van kérdése? Az lenne a kérdésem, hogyha már egy ideje sikerült bevinni a rendszert az életembe, hogy elkezdje rendszeresen meditálni a napnak egy bizonyos szakaszában, ezt hogyan tudom esetleg tovább fejleszteni? Tehát azt tudom, hogy türelmesnek kell lenni magammal, hogy le tudjam csendesíteni az elmémet, és valamilyen szinten tényleg megfigyelője legyek a gondolataimnak, és ne azonosuljak velük. Milyen mértékben érdemes haladni a meditációban? Én azt mondom, hogy más oldalról kellene ezt megfogni. A csoportos meditáció lenne az, ami az egyéni mellett nagyon jó lenne. Ugyanis, ha csak reggel a kis hálószobánkban vagy a nappalinkban gyakorlunk, az egy ember egyéni erőfeszítése. Hogyha közösen gyakorlunk reggel vagy este, akkor az sokkal erősebb.
Ha megnézel egy vízcseppet, az szépen csepeg több száz éven keresztül a sziklára. Nem vált stratégiát, nincs különleges taktika, csak csepeg, és teszi a dolgát. És több száz, több ezer év alatt olyan alakot válj abba a kőbe, hogy senki, semmi más azt nem tudja úgy megcsinálni. Tehát nem a monoton ismétlés híve vagyok, de a napnak nincs azzal problémája, hogy több milliárd éve így ő van, és a Föld pedig ott kering körülötte különböző módokon, egyszerre kb. 5 vagy 6 féle mozgást végezve. Ha ezt a természet tudja, akkor nekünk is minden reggel ezt az egyszerű és tiszta gyakorlatot el kell tudnunk végezni. Nem hinném, hogy ezt nagyon változtatni kéne, amilyen iskolában vagy, annyiféle gyakorlat van. És innentől kezdve a közösségi gyakorlás az, az egyéni mellett a csoportkarmát is tisztítja, és erre nekünk, nemzetünknek óriási szüksége van. Úgyhogy ugyanúgy egyszerűen tisztán, mint eddig, de közösen. Lehet akár vezetett meditáció? Ha azt mondod, hogy a meditáció vezetője megmondja, hogy ki mire gondoljon, ez a zenben felesleges. Tehát bizonyos iskolák ezt használják, mi nem használjuk. Én azt javaslom, hogy legyen egy alaptechnika, amiben mindenki egyetért, és ekkor a szellemi autonómiád és a felelősségérzeted egyszerre tud működni. Ugyanis ha megmondom, hogy mit gondolj, az olyan, mint amikor a kisgyereknél ugye partvisnyél van a bicikli nyerge mögött, és apuka fogja. Igen ám, csak akkor soha nem fog önálló lenni a gyerek. Pár óra tanulás után el kéne tudni engedni a partvisnyelet, és akkor a gyerek önállóan megy. Apám pont ezt csinálta, észre se vettem, hogy ez megtörtént. És akkor már bicikliztem, és így, hú, mondom, ez 10-1 évesen, és így, nagyon jól megy ez, apa, még itt van, körül sehol, ott integet, hello, már biciklize, gyere vissza. Tehát megtanítjuk a meditációs technikát, és ez minden hagyományra jellemző, és ezt a technikát aztán rábízzuk az emberre, hogy alkalmazza, és mérje le saját maga, hogy ezt helyesen teszi-e vagy sem. Tehát lehet vezetett meditációval is kezdeni, de utána elég hamar el kell engedni mások elméjét, hogy történjen benne az, aminek történnie kell, és a technika az csak arra jó, hogy letisztázza ezt. Ha mélyre nézel bármilyen megszabadulás irányú útnak, akkor a meditáció a 6-os, 7-es és 8-as tudatszint akaratlagos működését felfüggeszti. Az elsőt az az 5 érzékszerv. Ott az történik, ami. De a kognitív fogalomalkotó gondolkodás, a 6-os, a megkülönböztető gondolkodás, a 7-es, és a tárháztudat, az emlékezet, a 8-as, hát ez az, ami a műsort szolgáltatja. Most egy ideig megmondhatod, hogy milyen műsor legyen, jobb, mint ami eddig, de egy idő után meg kell tanítani az embert arra, hogy rálásson ezekre a tudatszintekre, felfüggessze ezeknek a karmikus, szokás alapú működését, és ezen rálátásból szerezzen uralmat a karmája fölött, úgy, hogy kézbe vette, meglátta. És azt is meglátja, hogy ezzel a 6-os, 7-es, 8-assal teremti az egészet. Tehát amíg ezt nem nevezem el botnak, mert megláttam, megtapintottam, nem gondolom azt, hogy ez egy rövid vagy hosszú bot, és nem hasonlítom össze korábbi bot emlékekkel, addig ez nem létezik. Ez azért létezik, mert megfogtam, megláttam, ha üt, meghallottam. Tehát az első 5 csatornán az érzékszervi tapasztalás jön be. Ezt a 6. elnevezi, a 7. minősíti, a 8. tárolja. És így megy a test és a lélek, a szoftver és a hardver előre az élet és halál körforgásában. Erre kell ráébredni, tapasztalati szinten. Ha ráébredtél, uralod, használod, tudsz önzetlen lenni, meg tudsz oldani paradoxonokat, eddig megoldhatatlanak tűnő problémákat. Hogyha végig vezetett meditációval dolgozik egy illető, akkor az történik, hogy megmondja a
gazdája ennek a technikának, hogy a hatossal mit gondoljon, belül a nyolcasból mit idézzen föl, mit lásson, és a hetedik pedig milyen minőséget adjon neki. Tehát előbb-utóbb el kell engedni a partvisnyelet, és hagyni az embert biciklizni. Jó? Én azt szeretném kérdezni, hogy a meditáció és a múltunk feldolgozása, ledolgozása mellett hogyan tudom elérni, hogy önmagamban teljes és egész legyek? Ne keverjük össze a meditációval a múlt feldolgozását. Általában beleszoktunk veszni a múltba elég rendesen, és azt gondoljuk, hogy ez meditáció. Nem. Ez azt jelenti, hogy a pillanatod, a te személyes élményed erről a pillanatról még mindig szét van tagolva a múltra, jelenre és jövőre, és egy darabig ez még így is lesz, amíg a tudattalanodból jön föl a sok-sok emlék. Amíg ott van a feldolgozandó. A zenben nincs feldolgozási módszer. Nem olyan, mint a nyugati pszichológia. Nincs egy tudományos metódus. A látás van egyedül, és a látás általi megszabadulás. A látással leválasztodsz róla, megszünteted az azonosulást, a ragaszkodást, rálátsz, hogy hogyan teremted, és megszűnsz teremteni azt. Ez a gyökeres kezelés. Nincs a múlton érdemben feldolgozni való, de a dolgoknak a helyükre kell kerülnie, ez biztos. Na most a látás által ez spontán megtörténik, ezt szoktam úgy mondani hasonlattal, hogy van egy asztal, és a puzzle darabok maguktól a helyükre repülnek. Azért, mert látod az asztalt, és szemrevételezed, figyeled azt a folyamatot, ahogy a kósza, emlékek, gondolatok egyszer csak a helyükre kerülnek. Szervülnek, helyesen összekapaszkodnak. Ez egy spontán folyamat. Figyeled, nem nyúlsz hozzá, nem akarsz valamit. És akkor ez az egész a lélek öntisztítását, öngyógyítását hozza. Na most az, hogy te egy egész és sikeres lény legyél, ahhoz semmi más nem kell, mint tiszta tudat, helyes helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. Nagyon szívesen. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtem el a videóidőt nézni. Egy nagyon nehéz élethelyzetbe kerültem, és akkor egyszer csak elévem kerültél. Az addigi életem folyamán mindig azt éreztem, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy kellene, és aztán eljött az idő, amikor úgy elkezdtem keresni azt, hogy ki vagyok én, és mi az én feladatom. És akkor így szembesültem azzal, hogy atyavilág, eltelt az életem jó része, és olyan dolgokat kerestem, amik nincsenek is, vagy nem kellett volna ilyeneket keresnem. Próbálom megérteni azt, amiről szól a zen, de egyre jobban belezavarodok, úgy érzem. Ezt őszintén sajnálom, javasolhatok egy más módszert? Igen. Ne akard megérteni. Én így kezdtem, ahogy te, és kb. Olyan egy évet töltöttem azzal, hogy megpróbáltam megérteni, azt hittem, hogy ez a berendezés, ez elég hozzá. Nem. Ugye az én. Az én nem tudja akkor megérteni. Az elme nem tudja felfogni. Ha félreteszed az elmét, akkor egyé válsz vele. Ezt szoktam úgy mondani, hogy egy halász, aki 30 éve, 40 éve halászik, és csak halat fogott, egyszer rájön, hogy ő valójában a tengert akarta kifogni végig. Akármilyen hal van a hálóban, az nem elég, nem elég jó, nem elég szép. Meg lehet belőle élni, de nem a teljesség érzete. És rájön, hogy le kell tenni a hálót, és be kell ugrani a tengerbe. Akkor egyé válik a tengerrel. Nem fogod a zent megérteni. Amit mondok a zenről, azt egy ideig megérted, és utána van egy rész, amit nem értesz meg. Ez így van. Ennek így kell lennie. Ha bent hagynálak a csak érthető tan birodalmában, az előbb-utóbb a börtönöddé válna, mert azt hiszed, hogy csak ez van. Ez csak a magyarázat, a koncepció, ez a 90 fokig terjedő zen. Ha nem mutatom ki neked a 180 fokot, akkor nem tanítalak helyesen. Ezt senki nem érti. Buddha sem, Sung San Suu Kyi sem, én sem, te sem, senki sem. Aki azt mondja, hogy érti, az még valamit nem vett észre. Az még nem tanult
kellő alázatot. Az azt hiszi, hogy az eszével mindent meg fog oldani, és az nagyon jó kuan gyakorló lesz, mert azt érzi, hogy ezt is az én okosságommal. És az első interjún beletörik a bicska. És meg kell tanulnia, hogy felejtse el a prekoncepcióit, az önképeit, az elgondolásait. És nagyon jó, hogy bevallottad, hogy nem érted. Gyönyörű. Ez egyelőre információhiány, rendben van, de utána, hogyha ebben a nem tudomban megmaradsz, akkor ez lesz a téves nézetektől való mentesség, mert végre nem az elmére alapozol. Arra alapozol később, ami nem az elme, ami az eredeti tudat, a gondolkodás előtti tiszta, térszerű tükör tudat, amelyben nincs név vagy forma. Tehát kérlek szépen úgy hallgass továbbra is, hogy közben nem érted. Az jó lesz. Hidd el nekem. Még szabad kérdezni? Hát persze, a java most jön. Mondjad. De azért engem mégiscsak érdekelne az, hogy mindig hallom, hogy mondod, hogy a karma oldódik, amikor meditálunk. De ezt nem, tényleg nem értem. Eddig én úgy tudtam, vagy úgy értelmeztem az életet, hogy azért születünk abba a családba, abba a helyre, olyan közegbe, mert bizonyos karmikus dolgokat meg kell tanulnunk. Na most, ha csak meditálunk, ez alatt hogy tud a karma oldódni? Tehát a legjobban te. Tehát ismered a Kőleves című mesét? Igen. Hát az egy brilliáns mese. Tehát a meditáció ott a kő, a karmád minden egyéb, amit belerakott, vagy belerakatott az a garabonciás diák, ugye, a házigazdáival, de hogyha nincs meg a kő és a tiszta víz, akkor nincs leves. Ez nagyon fontos. Úgyhogy a meditáció az ráláttat a karma működésmódjára, és miért kellett nekünk ezt így a születésünktől tapasztalni ezt az életet? A korábbi döntéseink miatt, az előző életbeli azonosulásaink miatt, az ott elkövetett erények és bűnök miatt. Ezért születtünk ebbe a testbe, ezért jöttünk erre a bolygóra, ebbe az országba a szüleinkhez. Ha így nézed, véget nem érő munkád van, de nem azért, mert valami feloldhatatlan sorsod van, hanem azért, mert átláthatatlan karmád van. Hogyha tényleg rálátsz a helyes nézőpontból, meglátod a karma teremtettségét, ezt hívtam korábban önálló lét nélküliségnek. Abban a pillanatban látod, hogy hogyan teremted. És hogyha nem, akkor sorsod van. Ha látod, akkor utad van, mert tudsz dönteni. Úgyhogy kérlek szépen továbbra se értsd, de a tudatod tere mindig legyen tiszta, hatalmas, tágas. Ne hagyd, hogy a karmád betöltse. És nézd meg, hogy szabadságod és felelősséged mértékében tudod teremteni, megtartani és megsemmisíteni azt a karmát, amire így nincs szükség. De akkor igazából nem is kellene, nem szabadna más csinálnunk, csak egyszerűen ülni, meditálni mindenkinek, és a pillanatba lenni. Ahogy mondod. És a következő hetekben észrevesszük, hogy éhen haltunk. Tehát a meditáció az van ilyen nagyon formális zentermes, jogatermes változatában is, és van egy olyan, amikor a helyes cselekvéssel például meditatív élelmiszertermelést folytatunk, tiszta tudattal egészséges élelmiszer. Tiszta tudattal jól menő járművek, lakható épületek, élhető bolygó. Nem mindig sikerül. Mert ezek a teremtések pont olyan tiszták, mint az azt végrehajtó tudatok. Van házi feladat. Tehát a külső és a belső itt minőségileg nem különbözik. De az egyik a tükörtisztítása, a másik pedig a világ helyes teremtése. De amíg másra panaszkodunk, más kezébe tesszük ezt az egészet, mást teszünk felelőssé a saját döntéseinkért, addig gyerekek maradunk. Lázadó, makrancos, elvakult kamaszok. És nem leszünk felnőttek. Pedig erre lenne szükség, hogyha itt a trendeket és folyamatokat időben meg szeretnénk változtatni. Úgy tűnik, hogy a csoportkarma szintjén nem vagyunk hajlandóak följebb ébredni. Mindig ez van.
Tehát mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy végre fölébredjünk? Kicsit másképp lássuk magunkat és másokat, a világot, a teendőinket, a felelősségünket, a szabadságunkat. Mennyi kell? Döntsd el! És innentől kezdve a meditáció az lételem, és végképp nem csak ez a forma, hanem az, amikor cselekszel. Karma jóga. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Helyes lehet-e az, hogy a meditáció és a gyakorlás által esetleg érzékenyebbé válik az ember? Helyes lehet. Azért nehéz ez most nekem, mert úgy érzem, hogy mintha azáltal, hogy nyitottabb lennék a világra és az emberekre, így jobban megérintenek a kívülről érkező. Mennyit meditálsz naponta? Nem eleget. Okos vagy, kikerülted a választ. Mintha tőlem tanultad volna. Mennyit meditálsz naponta? Azért nem merek erre pontosan válaszolni, mert van olyan nap, amikor nem tudok meditálni. Van, igen. De egyébként 40 percet. Tehát van olyan nap, amikor 40 percet? Van olyan, amikor kétszer 40 percet. Ez a max. Akkor most lelkiismereti szabadságoddal élve, te eldöntöd, hogy mennyit szeretnél meditálni, és a következő minőségeket veszed hozzá. Az érzékenység mellé az állóképesség, az erő, az ugyanúgy fontos és kifejleszthető, sőt kifejlesztendő. A nyitottság nem azt jelenti, hogy tudatosan ne építenél be szűrőket. Bizony szűrjük a világot, mindannyian. Adott pillanatban kit engedsz magadhoz közel? Kivel beszélsz? Kire viselsz gondot? Mentálisan az összes lényre, de tevőlegesen kevesebbre, mert két kezed van és két lábad és egy tested. A meditáció nem csak nyitottá és érzékenyé tesz, hogyha helyesen végzed, hanem erőssé is, az állóképességet is megadja. Tehát ez a gyökér csakra helyett, ez a köldök csakra, ez elképesztő erőt tud adni, hogyha ide fókuszálsz, és a tudat nem mozdul. Ez a legnagyobb energiakapcsolat az univerzummal. Ez az, amikor a saját energiát, Ongi, a nagy energia, ami az univerzális, a Dégi, egyé válik a lélegzet folyamatos tudatosítása és a tudat lecsendesítése által. Ez a harmadik, ez a Kongi. Tehát ez azért fontos, mert semmilyen speciális technika nem kell, de ezt minden nap el kéne végezni. Olyan van, hogy az élet szabadságra megy? Nincsen. Nincs. Az minden nap történik. Van olyan, hogy a nap egy picit időt kér, hogy majd picit később keljen föl ahhoz képest, ami kellene? Képzeld el, kapnánk egy ilyen leíratot, egy ilyen kozmikus levelet a kis földi ügyfélkapunk keresztül, hogy a nap ma időt kér, és holnap már csak illeték ellenében kell föl. Gondold el, kozmikus illetéket kéne fizetni a holdfényért is. Az milyen lenne? Ha a Föld nem fizet, nem kap napfényt, foton megvonás. A természet bőven szedhetne adót az embertől, annyit pusztítjuk, borzalmas. Meditációra visszatérve, ide a tantienre fókuszálva, elképesztő jelenlétet, világos tartást, tükröt, ezt tudod kifejleszteni, és ez olyan, hogy ha egy autónak erősebb a lengéscsillapítója, akkor gyorsabban is mehet az alföldi utakon. Ha gyenge, akkor nagyon lassan. Úgyhogy mit tud a tudatod elviselni? Mitől leszel pánikban, sokban? Mi az, ami széthasít szélsőséges reakciókra? Mi az? Na, ott vagy gyenge. Ott történt valami, aminek nem kellett volna. Nincs megírva, hogy te rosszul érezd magad. Nincs megírva, hogy te sokkolódj, vagy pánikba ess, vagy dühös legyél. Ezt mind a tudattalan tartalmad hozza létre, úgyhogy egy másodperc alatt feljön a tudat felszínére, nem láttad át,
nem tudtál leválasztódni, nem tudtad átalakítani, puff, a saját karmádnak a rabja lettél, honnan tudod, rögtön kivetíted, te voltál az, miattad van ez. Úgyhogy az állóképesség az azért kell, hogy az érzékenységet ne kelljen visszavenni. Hogy kibírjuk azt, hogy a madár legfinomabb füttyét meghalljuk, de az ágyúdörejre sem mozduljon el a tudat. Ne rémüljön meg. Mind a kettőre szükség van. Nézd meg az emberi kapcsolatot. Mennyire fontos, hogy a gyereknek az összes impulzusát felfogd. A legfinomabbat is. Hogyha valaki kint üvölt az utcán, vagy valami nagyon durva mentális, érzelmi belemenés van egy másik felnőtt részéről, azt ki kell bírni. Ki kell bírni. Oké? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Kérdésem az lenne, hogy mivel tudok dolgozni a kivetülések ellen? Bevetülésekkel. Nagyon jó, bevetés kell, amikor magadban beveted a zent. A zen az az egyéválás. Ha egyéváltál, nem vetítesz ki. Ahhoz kell egy külső pont. Ha a külső pont túl erős, erősebb, mint a belső pont. Több leborulás kell. Hogy ez a külső pont kicsit gyengébb legyen, és neked a belső pontod az erősebb. Úgyhogy ekkor történik az, a gravitáció törvénye miatt, a vonzás törvénye miatt, hogy a másik erősebb lesz, mint te, és ekkor nincs kecmec, őt fogod követni. Ha rossz irányba megy, akkor is, mert erősebb a jelenléte, erősebb a centruma. A puszta távolságtartás egy ideig mehet, de utána megint fel kell venni a kapcsolatot, megint emberek közé kell menni. Ezért van az elvonulásnak óriási jelentősége, amikor beveted a zent, és akkor a kivetülések, azok nem csak, hogy csökkennek részedről, hanem ezáltal mások kivetítései is elkezdenek lepattanni rólad. Tehát van olyan, hogy véleményfüggés. Mások véleményétől függsz teljesen. Tehát ez annyira erős külső pont, hogy belül nem marad szinte semmi. Rosszat mondanak rólad, rosszul érzed magad. Jót mondanak rólad, jól érzed magad. Úgyhogy a valóságnak ehhez úgy egyébként semmi köze. Semmi köze ahhoz, hogy te valójában ki vagy, valahogy vissza kéne szerezni azt, hogy a saját szemeddel láss, a saját füleddel hallj, saját szíveddel érezz, saját elméddel gondolkodj, teljes nyitottsággal, de azzal az állóképességgel, hogy mások illúzió keltése, azaz projekciója, kivetítése, pattanjon szépen le rólad. Nyugodtan. Miért? Mert pont ekkor veszed észre a másik embert úgy, ahogy van. Pont ekkor lesz őszinte a kapcsolat. Mert nem egymás illúzióit fogyasztjuk, vagy nyeljük be, vagy mérgeződünk meg általa. Úgyhogy a kivetítéseket erős centerrel teljesen uralni tudjuk, ezáltal másokét is szépen tükrözni tudjuk. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Beszéltünk a karmáról, és azt szeretném megkérdezni, hogyha ugye mindenki karmával születik le. Normális határeset, de általában igen. És ha jól gondolom, akkor van családi karma is. Jól gondolod. Jó. Én másodmagammal születtem le édesanyámékhoz, ami azt jelenti, hogy van egy ikertestvérem. Aki viszont nem tartja a szüleimmel, most már én velem se a kapcsolatot, úgy nőttünk föl, együtt kaptunk mindent, tehát egyformán mindenbe, mint ikrek. Valahogy mindig, tehát fekete-fehér tűz, víz, tehát ég és föld voltunk mindig. Ugye eljutott ez olyan szintre, hogy magyarán én lettem a jó, ő pedig a rossz, tehát ő nem is tartja már a kapcsolatot velünk. Évekig vágta a fejemhez, hogy segítsek otthon, csapjak az asztalra, hogy megoldjam én az ő szüleimhez való hozzáállását. Ha ő neki ez a problémája anyuékkal van, nekem ezzel dolgom. Vihetem én ezt tovább magammal? Viheted. De még Iker karma esetén is, akármennyire is hasonlítottatok egymásra a kezdetben, ezek később elválnak. Az, hogy hogy lett belőled a jó és belőle a rossz, az egy nagyon nagy tanulmány, és ezt szemügyre kell venni, mert mindenki egyébként a maga ilyenségében létezik, és valakinek az elméjében válik az jóvá vagy rosszá. Tehát az, amikor a szülők minősítik a gyereket,
Az az első probléma. Rossz vagy, kisfiam? Hülye vagy. Érted? Borzalom, és hallasz ilyet lépten nyomon. Utána, amikor testvérek között van az, hogy az egyik jó, a másik rossz, az egyiket szereti láthatóan az egyik szülő, vagy mindkettő, a másikat pedig nem, ez tartós torzulatot okozhat valakinek a lelkében. Amikor lehet vele beszélni, akkor beszéljétek meg, hogy milyen karmátok van. Tehát, hogy miért voltunk mi egy anyamében? Miért voltunk mi úgy egypetélyűek, stb. És ezt a karmát meg kell látni, és az abból fakadó később különbségeket is. Az abból fakadó későbbi különbségek meglátásával az életutat le lehet tisztázni. És el kell viselni, hogy ez megtörtént. Közös akarattal lehet csak orvosolni. Olyan nincs, hogy nem tartod a kapcsolatot, olyan van, hogy nem beszélünk 10 évig. Olyan van, hogy csak ünnepekkor találkozunk, vagy születésnapkor. De olyan, hogy nincs kapcsolat egy családi karmában, olyan nincs, mert egymáshoz születtünk. Ők lettek a szüleim, ő lett a testvérem, ő lett a unokahúg, és a többi. Ez a karma, ez mindaddig megvan, amíg testben vagyunk. Oké? Okay? Tehát ez a kapcsolat, ez megvan, csak éppen alszik. Éppen nem beszéltek. És az nem azt jelenti, hogy bármelyik rossz vagy jó, ez azt jelenti, hogy az egyik lezárta az utat, és nem hajlandó a másikról tudni. De attól, hogy nem akarsz róla tudni, attól ő még van. És vannak ezek a jeles napok, a piros betűsök, amikor újra és újra el lehet jutni egymáshoz. Tét nélkül. Nyitott szívvel, üres kézzel. És ezeket az alkalmakat néha ki lehet használni, hogy hát ha. De egyébként a legjobb kérdés ilyenkor, amiben segíthetek. Segíthetek-e neked? Ha azt mondod, hogy nem, köszönöm szépen, ennyi volt. Ha azt mondod, hogy igen, akkor nézzük meg, hogy tudunk együttműködni. A családi karma pontosan az intimitása, az ereje, az egymásra utaltsága miatt a legnehezebb. Rokon a párkapcsolati karmával ám. Ugye? Mert a párkapcsolatból lesz a család, amikor a bébi megszületik. Aztán megint megszületik. És hogyha szorgalmasak, megint megszületik. Találkoztam 14 gyermekes családdal. Egy apa, egy anya. Ez a régi klasszikus módszer. Úgyhogy ameddig megy a családi karma, addig megy. De ez nagyon-nagyon egymásra utalt vérségi, érzékszervi kapcsolat, elképesztő közelség. Na most az intimitásban két dolog nagyon-nagyon könnyű. Egymás szeretése és egymás bántása. Mind a kettő. Miért? Mert nagyon közel van. Nagyon közel van. A simogatás is rögtön átmegy, és az ütés is rögtön átmegy. Na, ennek tükrében tedd föl, légy szíves, a kérdés, hogy miért tesszük ezt egymással naponta, a konyhaasztal, a fürdőszoba, a nappal és a hálószoba Bermuda négyszögében. Nem lehetne másképp? Nyugodtan döntsd el, hogy ahogy most hazamész, másképp fogsz szólni a családtagjaidhoz. Nem szokásból, nem a múltból, nem kivetítésből és nem felhánytorgatásból. Tudod, miért nehéz? Elképesztő gyakorlat kell hozzá. Úgyhogy el kell viselni, hogy ez most így van, el kell ismerni a helyzetet, és ebből indítani valamit, ami közös. Tehát megkérdezheted, neked ez így jó, te ezt így szeretnéd? Tudom, hogy nem jó neki így. Azt te tudod, de ő mit tud? Ő ráfogja a karmájára. Tehát ő tisztában van vele, hogy neki ez a karmája. Tehát... De tenni, tehát lépni nem lép. És... Akkor tovább fog szenvedni és szenvedtetni, és neked ebben nem kötelező részt venni. Köszönöm, ezt akartam hallani. Sikerült, jól kérdeztem. Köszi. Egyéb kérdés? Van egy nagy tervem, amit úgy érzek, hogy a feladatom is, viszont óriási elakadások vannak bennem, félelmek ez irányba, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy merre érdemes elindulni. Előre. Tehát azt az irányt kell tartani, amiben hiszel.
És a kitartás, a körültekintés, az alkalmazkodás, az együttműködés, az önzetlenség, az önkép változása, ezek mind részei bármilyen nagy tervről legyen szó. Az önzetlenség itt azt jelenti, hogy nem csak magadért csinálod. Nem bizonyítani akarsz vele valamit, nem a magad számára akarsz fölépíteni valamit. Már akkor, amikor a nagy terv megfogalmazódik benned, már tudnod kell, hogyan adod tovább, hogyan nem csak rólad szól. És innentől kezdve már bevontad azokat az embereket, akikért ezt csinálod. A nagy terv az nem lehet pusztán személyes. Nem lehet, hogy csak én terveztem ezt a nagyot. És hogyha az irány helyes, hogyha azokkal társulsz, akikben bízol, hogyha okod van hinni abban, amit elterveztél, ezek mind nagyon komoly meglátások. Az embernek olyan ötlete van, hogy kilóg a naplóból, megnézi, hogy ez hogy működik a világban, és látja, hogy ebben nincs okom hinni, mert az ok és okozat megmutatta, hogy én gondolhatok róla nagyon szépet, de senkinek nem kell. Senkinek nem segít. Én bizonyítanám vele mondjuk az okosságomat, a rátermettségemet, mások az üzleti érzéküket, stb. Tehát tényleg segítsen másokon. Vegyenek benne mások is részt. Legyen átadható egy következő generációnak, családon vagy csoporton belül. És akkor ez a nagy terv, ez energiát nyer. Mert nem csak rólad szól, egy szeméről szól. Az elakadás az, hogy valamit nem vettél észre, valakit nem állítottál magad mellé. Ezen kell változtatni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Gyermekeknek mikor ajánlod, hogy kezdjenek foglalkozni a zennel? Esetleg a meditációval? Kell-e már ezzel gyerekkorban foglalkozni, vagy? A gyerekeket neveljük a legtermészetesebb módon, a szülőknek kéne meditálni nagyon sokat. És a gyereket pedig nem belekényszeríteni egy formába. A legrosszabb az, amikor a gyerek lázadásra használja fel a dharmának a megtagadását. Ha beépíted úgy a gyerek életmódjába, hogy teljesen természetes, mert te is meg a párod is meditáltok, a gyerek odajön, ha kicsi, akkor odabújik, természetesen az élete részévé válik. De mindig neki kell eldöntenie, hogy teszi vagy sem. A jó szülők úgy tudnak hatni a gyerekre, hogy teljesen természetes az akaratátvitel. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát amikor azt csinál, amit akar, és 5 évesen már kezelhetetlen karmával rendelkezik, mert a szülők elkapatták, elengedték, hogy neked majd úgy lesz jó, hogy eldöntöd. 3 évesen nem tud helyesen dönteni nagy dolgokban. Kis dolgokban már igen, mert már szobatiszta 3 évesen. Nagyszerű. De az, hogy most az élete hogy folyjon, hogy öltözzön, mit tegyen, azt még nem tudja, nem kell, hogy tudja. Meditáció is ugyanilyen. Nem kell, hogy eldöntse, hogy neki a zen az most micsoda. Ha ne vicceljünk, nagykorúak, 18-20 évesek, ha körülnézel, olyan keveset tudnak az életről, magukról, az útról. Tehát legyen az élet része, legyen mindig választható, és az ékszerelmére nehogy önvédelmi reakció tárgya legyen. Hogy csak azért is, hogy neked betartson, ellentmondjon, szomorúságot okozzon, a dharmát fogja felhasználni. Azért sem meditálok, anyuka! Érted? Ezt nem szabad megkockáztatni. És innentől kezdve a dharma szolgálja az embert. Mert helyesen viszonyulunk hozzá. Mert az úton járunk, és nem akarunk másokat tolni az úton. Tehát a gyerekkel játszani kell, nevelni kell, meg kell adni neki mindent, ami a helyes neveltetéséhez szükséges, és a szülők tudata legyen kristálytiszta. Nagyon jól lássák egymást, a kölköt, a családot, azt a helyzetet, amiben vagyunk, ez épp elég munka. És ne forduljanak a gyerek felé olyan elvárással, amit nem is szabad teljesítenie, mert ugye az éltanulóból lesz a pályatévesztő, aki annyira okos és olyan visszajelzéseket kap, és annyira istenítve van a kölök, hogy totálisan nem ismeri önmagát. És később olyan helytelen döntéseket hoz, ami csak abból fakad, hogy meg akar felelni apuci és anyuci elvárásainak, hogy tovább istenítsék. Végzetes. Az éltanulókból lesznek a pályatévesztők. Nem mindegyikből persze,
de nagyon sokból. Úgyhogy, ha a szülők tényleg gyakorolnak, akkor a mindennapi élet helyzeteiben és kapcsolatában a zen szellemiségét tökéletesen tanítják úgy, hogy a gyerek észre se veszi. Nem mindegy, milyen mesét olvasol föl neki esténként. Nem mindegy, milyen játékot adsz a kezébe. Nem mindegy, milyen társaságba viszed. Nem mindegy, mennyit vagy vele a természetben. Nem mindegy, mennyit hallgatsz vele, mennyit beszélsz vele. Mennyire érzi magát tényleg biztonságban veled. Döbbenetes, ahogy pubertáskorban a gyerekek elkezdenek elidegenedni a szülőktől, hogyha a szülők nem fogják fel, hogy valójában a gyerekben érzelmileg mi történik. A legkönnyebb valami képernyőt tolni a gyerek szeme elé, foglalja el magát. Igen? És hogy benne mi történik, azt észrevettük? Nem pszichológusnak kell lenni, érző szívű és együttérző szülőnek kell lenni, akinek megvan az állóképessége ahhoz, hogy a gyerek dackorszakát kibírja, tehát, hogy ne valami pótszerrel vágja arcon. Felfoglak, lehetsz dühös, de akkor se kapsz egy hatodik gömbfagyit. Nyugodtan tajtékozz. De most nem megyünk el a vidámparkba, mert múlt hétvégén voltunk. Amikor elkezdi a határokat feszegetni, elkezd lázadni, elkezd üvölteni, akkor legyél a helyeden. Akkor ne legyél dualisztikus szülő, hogy minősítsd a gyereket, mert mondjuk nem vagy elég erős ahhoz, hogy kibírd a reakcióit. Úgyhogy nagyon nagy helye van a zennek, csak meg kell nézni, hogy a gyermek természetes érdeklődése meddig terjed. De beszélni lehet róla? Ha érdekli, akkor igen. Lehet. De csak úgy, hogy ne legyen belőle vallás, ideológia, ne akarj buddhistát csinálni a gyerekedből. Én elveszítettem az apukáját, tehát meghalt a férjem, és azt éreztem, vagy úgy láttam, hogy ha így beszélek neki ezekről a dolgokról, akkor egy kicsit jobban megérti, hogy mi történik meg, és hogy miért történik ez, ami történik. Ez gyakorlatilag terápia a zen segítségével. Ez mind rendben van, hogyha a gyermek beszippancsolja, mint a szivacs. De hogyha ellenreakció van, ha hárítja, akkor nem szabad erőltetni. Nem, én azt látom, hogy ez megnyugtatólag hat rá. Fölajánlja meg neki azt, hogy mondjuk kezdje meditálni is, de akkor még ne, ezt majd ő dönti el. Hány éves? 11. Rá van bízva. És ha szeretne meditálni, add meg neki. Hát annyira bíznak, ez a másik fele. Nem csak rossz pubertáskor van. Tehát van úgy, hogy a gyerek így csüng a szülőkön, mint az isteneken, hogy mondjon már valamit, és ő azt követni fogja, sőt, meg akar neki felelni. Tehát annyira világos, hogy szeretetkereső és szenvedéskerülő a lény, mint gyerek 100%-ig. Ha van egy jó rendszer, ha van egy kiismerhető, világos családi etika, ha vannak értékek, annak a gyerek meg akar felelni. Jó darabig. Ha ebbe beleteszed a meditációt úgy, hogy nincs ellenreakció, együtt ül vele 15-20 percet, figyeli a légzését, és érzed, amikor elkezd az elméje kalandozni, és akkor kiengeded. Semmi gond. Ezt lehet. Nem erőtetjük. Okay, szoktatjuk. Teljesen más. Mi van akkor, hogyha az ember azt érzi, hogy fizikailag egyszerűen képtelen lenne elmenni egy ilyen elvonulásra? Tehát, hogy olyan fájdalmak vannak, mondjuk térd meg medence szinten, hogy nem tudná teljesíteni. Olyan helyet kell keresni, ahol adnak széket. Nálunk például ilyen dharma terem van, hokedli szék, strandlabda, térdeplőszék, sámli, stb. Minden van. Hogyha fizikai problémákra hivatkozva nem megy el az ember úgy meditálni, hogy tudja, hogy megvan a megoldás a fogadóhelyen, akkor valójában lelkileg nem akart elmenni. Akkor belül van az, hogy hivatkozom a testemre, hogy a lelkem nehogy lásson valamit. Én nem szoktam meditálni, de már nagyon készülök rá. Ez izgi. Hogy készülsz rá? Mondjad. Hát olvasok könyveket, meg elhatároztam, de még nem cselekedtem meg. Erős elhatározás szükséges. Oké, folytasd. De hogy sokszor azt érzem, hogy olyan borzalmas irányba megy a világ, hogy nem látom, hogy ez bármikor is jó lenne. A világ az a 7,9 milliárd ember. Te milyen irányba mész? Hát igen, csak hogyha mondjuk felmelegszik a föld, meg akkor sivatagosodik. Akkor kell igazán a hűvös, nyugodt tudat? Hát
Tehát ne a világból akard levezetni a saját motivációdat. A világ nagy része soha nem fog meditálni. Soha. Te már legalább tudsz róla. Tehát ne kívülről várd a megerősítést. Itt belül a lelked akar-e tisztább lenni? Rá akarsz-e látni az élet és halál körforgására, feltételez kötöttségre, a keletkezés és megszűnés, teremtés és pusztulás folyamatára? Ha igen, a meditáció nagyon jó eszköz erre. Akarsz-e tisztább tudattal élni? Tehát ha ez így van, akkor ne várjál senkire. A világ mindig ilyen lesz. Mindig. Tehát van egy sáv, amiben az emberek benne vannak. Ha alulmúlják a legalsót, akkor az embertelen. Ha felülmúlják a legfelsőt, az ember feletti. A kettő közt létezünk. Hogy te milyen helyet foglalsz el, az a te dolgod. Jó? Köszönöm. Szívesen. Aktív meditációról szeretnék kérdezni, hogy az mennyiben segít elő, mintha egy üres csendes szobában ülsz, és ott meditálsz. Mekkora különbség közte. És egyáltalán egy halandó ember ezt gyakorolhassa-e? Egy halandó ember tudja a tárgyatlan meditációt is. Egy látszólag üres szobában, ami azért nem üres, mert te benne vagy. Azért nem csendes, mert ott lélegzel és dobog a szíved. Tehát, hogyha te nagyon-nagyon barlangban, teljes külső csendben meditálnál, akkor a szív dobogásod olyan hangos lenne, hogy így robogna a füledben. És a lélegzeted is nagyon hangos lenne egy idő után, neked, magadnak. Amiről kérdezel, az a meditációnak egy olyan felosztása, hogy a tárgyatlan, kivontad magad a térből és az időből, vagy a tárgyas, amikor benne vagy az élet folyamataiban. A jó hír az, hogy ugyanaz a tiszta tudat kell hozzá. Tehát van az a meditáció, amely a cselekvés által dolgozik. Hogy ezzel létrehozol valamit, vagy sem, ez másodlagos. Van olyan, amely a beszéd, a szavak, vagy az énekek által dolgozik. Ekkor megtapasztalod azt, ami a szavak mögött van. És van az, ami a nem cselekvés által, a nem mozdulás által dolgozik. Ez három hatalmas technika. És mindegyik egy-egy nagyon nagy doboz. Tehát a nem cselekvés által, nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló elme, vagy csak a beszéd mozdul meg, énekelsz, mantrázol, vagy pedig cselekszel a leborulástól kezdve a házi munkáig, az útjavításig. Most láttunk, idefelé jövet útjavító meditációt, amely nagyon sokszor összecserélhető a tárgyatlan nem cselekvéssel. Utána integet a kis tárcsával, hogy te mozduljál, de ő... És a tárgyas meditáció az aszfalt szemlélésében folytatódik. Nem mindenki, mert van, amelyik a sisakjával is foglalkozik, vagy föntül a gépen, és nézi a mobiltelefonját. Ilyen is van. De a munka halad. Ez nagyon fontos. Előbb-utóbb a lengéscsillapítóink jobb állapotban lesznek, mire ide érünk. Jó, tehát a tárgyas meditáció, amivel cselekszel, a tárgyatlan meditáció, amikor nem mozdulsz, ez ugyanazt a tudatminőséget kívánja, és mind a kettőre szükség van. Ezt szoktam úgy mondani, hogy a kard, amikor kovácsolod, többféle közegben van. Van, amikor tűzben, van, amikor az üllőn, van, amikor vízben, van, amikor olajban. Tehát teljesen más tréning kell, mint amit te elgondolsz, hogy akkor a rendszer ezt adja, nem? A rendszer a végtelenségig bővíthető, alakítható, tágítható, mindaddig, amíg az eredeti hagyományvonal helyes, amíg a megszabadulás iránya nem változik, amíg tényleg az van, hogy érd el a felébredést és segíts minden lényen. Addig helyes, akár tárgyatlan, akár tárgyas. Akár egyes, akár csoportos meditáció. Jó? Utolsó kérdés. Amikor a csoportos elvonuláson voltam, akkor az éneklés az szerintem jól ment. Egyéniben az éneklés valahogy úgy szeretném kihagyni.
És nem tudom, hogy ez miből fakad. Tehát olyan, az az érzés van, hogy de jó lenne már túl lenni rajta, és hagy üljek már lenyugodtan csöndbe. Ez mitől lehet? Fogalmam sincs. Viszont nem hagyjuk ki az éneklést. Amikor ilyen irányú gondolataid vannak, akkor azt mondod, hogy kedves gondolat, a kihagyásra irányulsz, ezért én téged hagylak ki. Azt szeretné, hogy te ne énekelj. Akkor őt csendesíted le, és énekelsz. Teljesen mindegy, hogy honnan, általában a nyughatatlan elme egy újabb és újabb tárgyat keres, hogy ő szórakoztassa magát. Akkor sincs csend, főleg, ha nem énekelsz, olyan műsor van meditáció alatt, hú-hú. Olyat senki nem rendez filmvásznon. Tehát magyarul az ember a saját tudatfolyamataival úgy békén akar maradni, nézni azt az adást, amit éppen jónak gondol, de az ének három dolgot csinál. Egy, pontosan ezektől a hatásoktól véd meg. Miért? A jó film után következik a rossz. És addigra föl kell vértezned magad azzal a mantrával, ami úgy működik, mint a tűzfal, és megvédi a saját tudatodat az elméd ártó, dualisztikus, borzalmatos hatásaitól. Kettő, azért az éneklésben nagyon sok érték van, a jelentését, ha megnézed, hogy pontosan miért énekeljük. Azért, mert ezek a minőségek, mint megvilágosodás, együttérzés, bölcsesség, önzetlen segítség, ennek kéne a spirituális érték hierarchia csúcsán lennie. Hát néha nem az van. Ha valami borzalmatos, régi téves nézet, berögződöttség, egyebek vannak, úgy is működünk. Tehát ezt a fajta belső hierarchiát nem lehet egy belső átrendeződés nélkül megélni, létrehozni és föntartani. Oké? Okay? És ettől irtózunk. Irtózunk ettől az átrendeződéstől, mert nem tudjuk, hogy ilyenkor most mi van? Én ki vagyok? Vagy hogy van ez? Hát igen, bódhiszattva is lehetsz akár. Járhatsz az úton, a felébredés útján, csak ezt az elme nem szokta meg. Általában a műsorát több évadban, több életben, többféle ízváltozatban azt akarja megszokni. Magyarul a karmádat ilyen szépen csűröljük újra és újra, és a többi. A harmadik ilyen, a teljesség kedvéért, mert technikáról kérdezel, a mantra és az éneklés a tisztánlátást is segíti. Ez a harmadik nagyon fontos dolog. Ugyanis megkülönbözteted a jelt a zajtól. Tehát nem tudod álomba ringatni, illúziókba kergetni magadat, mert a mantra felébreszt. Ezt sem szeretjük. Általában álomvilágban szeretnénk élni, mint Troppauer Hümér a költő. És le is írni költeményekben az álomvilágot. Tehát a tudat önvédelme az elme ártó hatásaival szemben, a hitrendszer, mint tapasztalat, az értékhierarchia felállítása. Harmadik, a jel és a zaj megkülönböztetés, az illúzió és az igazság gyöngét ketté választása. A tükör és a tárgy megkülönböztetése. Na, ezeket vagy nem szoktuk meg, vagy nem szeretjük, vagy néha félünk tőlük. Na, ezért tesszük félre azokat a gondolatokat, amelyek azt mondják, hogy tedd félre az éneklést. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Megköszönöm vendéglátónak, Erzsinek a nagyszerű előkészítést és a jó teret, azt, hogy megint itt lehettünk. Köszönöm nektek a jó kérdéseket és a csillogó szemű jelenlétet, és remélem, hogy minél többször tudunk együtt gyakorolni, a dharmát ismét a felszíne hozni, megélvén önmagunk és a világ lényegét, ezáltal haladva a felébredés útján, és megszabadítva minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!